A dohányzás még mindig az egyik legjelentősebb egészségre ártalmasan ható tényező. A magyar felnőtt lakosság közel egyharmada dohányzik, a spontán leszokás pedig alig közelíti meg az 5%-ot. A számos káros hatás mellett ritkán esik szó arról, hogy a dohányzás milyen szerepet játszik az emésztőrendszer számos betegségének kialakulásában. Hogy melyek ezek a betegségek, többek között erről kérdezem vendégemet, Altorja István gasztroenterológus professzorulat. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Isten hozta újra a stúdióban. Na, nagyon érdekes kérdéskör ez, mert valóban, amikor azt mondjuk, hogy dohányzás, akkor mindig azokkal kapcsolatosan beszélünk, a tüdőbetegségekről beszélgetünk, a szívérrendszeri betegségekről, de nagyon, tényleg nagyon kevés szó esik arról, hogy az emésztőrendszer milyen hatást gyakorol. Azért, ha megengedi, akkor néhány adatot azért elmondanék, ami nagyon szembeszökő. És ez ma különösen, miután megjelentek bizonyos füstmentes alternatívák, ezekről beszélni érdemes. Tehát a dohányban és a dohányfüstben együtt közel 10 000 kémiai komponens azonosítható, és ezek közül csak 300 van olyan, ami izomer, tehát kis alternatív variáció. És ezek közül 6 000 a füstben, vitathatatlan. Viszont ugye 2012-ben az amerikai Food and Drug Administration, az FDA, az 79 konkrét karcinogént azonosított ezekből, és ezt egy 10 évvel utána, tehát 2022-ben aktualizálva a Nemzetközi Rákkutató Társaság 83 kimutatott karcinogén anyagot nevezett meg ebben a kérdésben. Nem tudom, hogy arra ugye van-e mód esetleg, hogy a 5-ös ábrát, hogyha megmutatják, igen, már is mutatják. Tehát ugye a legfőbb csoportok, amit ugye itt feltüntettem, ezek a nitrózaminok, aldehid komponensek, stb. És nagyon fontos a szénmonoxid, amit külön kell említenünk. És hát egy kis cianid is van természetesen a dohányfüstben, lépjünk egyel tovább. Na most oda eljutott 2019-ben és hát azt tudjuk jól, hogy a rák, számos rákkockázatot növel, első helyen természetesen a tüdőt, de az egész emésztőszerv daganatait, szájüregi rákok. Magyarország olimpikon ebben a kérdésben. Ami nem csak a dohánnyal, hanem a szájhigiénével és a rossz minőségű alkoholfogyasztással együtt függ össze. De a nyelőcsőrákok, a májrákok, a hasnyálmirigy rákok mennyisége nagyon fontos. Na most a másik dolog a krónikus betegségek közül pedig az életkorral fokozódó aterosklerotikus történések, stroke, stb. Ezeknek az esélyét mind látványosan növeli a krónikus dohányzás. Lépjünk tovább, ugye a WHO 2019-ben elkezdte követelni, hogy a legsúlyosabb komponenseknek a jelenlétét a dohányban, dohányfüstben, azt legyenek szívesek radikálisan csökkenteni a különböző cégek, és itt ugye látszanak azok a tényezők, amelyek a legdrámaibbak. És hát ugye most ez erről szól, hogy az újabb termékekben ezt most már mérhetően megadják, hogy egyharmada a korábbinak, stb. Ha tovább lépünk, van és tulajdonképpen akkor elértünk az emésztő szervekhez. Itt tetszenek látni, hogy tulajdonképpen a felső traktus sav termelésével összefüggő betegségek az egyik legnagyobb csoport. Régóta tudjuk, hogy a peptikus fekélybetegséget, a refluxbetegséget rontja, fokozza a dohányzás, mégpedig azért, mert a gyomorban potenciírozza a nikotin maga a savtermelést, rontja a gyomor mozgását. Már ez a kettő elég arra, hogy tulajdonképpen emelje a refluxnak és a fekélybetegségnek az esélyét, és ugyanakkor pedig a védő tényezőket, a mikrocirkulációt, a mikrokeringést, azt pedig rontja. Nem termel annyi prostaglandint a gyomorfal, romlik a véráramlás, tehát nem tudnak úgy gyógyulni a pici sebek, és ezért lesz belőlük fekély. A másik csapat ugye a tápcsatorna gyulladásos betegségei. Ezek közül a gyulladásos bélbetegségek ma egyre nagyobb számú beteget érintenek. Megdöbbentő ez, mert ugye ez a fiatal, felnőtt korosztályban szokott általában jelentkezni, bár egyre több a gyerekgyógyászat is, a kolitis ulceróza és a Crohn betegség. Részletekben idő hiányában nem tudunk belemenni, de itt is ugye a szervezet gyulladás szabályozó immuntevékenységét mind negatíve befolyásolja például a szénmonoxid, amit emlegettünk. És nagyon komoly hatása van a mikrobiomra, a ma divatos téma, ugye a tápcsatorna bélflórájára és a dohányzásnak.
Aztán a gyulladásos problémák közül az akut és a krónikus hasnyálmirigy gyulladásban egyaránt kimutatható a dohányzásnak a rossz szerepe. A krónikus hasnyálmirigy gyulladásnál pedig a következő lépés a dohányosoknál a hasnyálmirigy rák lesz, tehát ott már ott vagyunk a harmadik csomagban. Amit tetszenek látni, a rengeteg rákos megbetegedést, amit mind egytől egyik fokoz, ront a dohányzás tartós fennállása. Érdekes módon két dologban nem sikerült bizonyítani, hogy a dohányzás ártana, nem árt a lisztérzékenység manifesztálódásában, és nem bizonyítható az irritábilis bélszindrómában a dohányzáshoz hatása, de ezek olyan komplex, főleg az utóbbi olyan komplex betegség, pszichésen is alterált személyiségeknél, hogy ott a stressztől kedve sok minden szerepet játszik, tehát ott éppen nem sikerült statisztikailag látványosan bizonyítani, hogy a dohány rossz lenne. Ha tovább lépjünk, akkor a következő, igen, hát ezt elmondtam nagyjából, tehát mehetünk egyel tovább. Ugye ez a mikrobiom, amit mondtam, hogy a dohányzás számos mechanizmus révén, tehát ugye az immunszupresszió, az oxigénhiány, a biofilm megváltozása, a permeabilitás megváltozása révén toxikusan befolyásolja a mikrobiomot, tehát a bélflórát, és ez megint csak a gyulladásos bélbetegségekben egy nagyon fontos gond. De például a szájüregi problémáknál is, ugye a fogíny betegségek is látványosan rosszabbak, és hamarabb jönnek elő a dohányosokban. Hát milyen érdekes, hogy a nagy dohányosok, hogy egy étkezés után kisebb bírják, hanem dohányoznak egyet, nem gyújtanak rá egy cigarettára, de tehát lehetőleg rosszabbat teszik. Ez így van. Ahelyett, fogad mosna, ahelyett dohányzik. Igen. És itt tetszenek látni egy érdekes táblázatot arról, hogy a tartós dohányzás, ez egy 23-as összeállítás, nagyon érdekes egyébként, hogy növeli az esélyét a különböző betegségeknek. Itt látszik, hogy 2,5-szeres a nyerőcsőráknak az esélye. Nagyon érdekes módon a nem alkohol és az alkoholos zsírmáj egyaránt rosszabbul jár, ha dohányzik mellé. Bár úgy gondolnánk, hogy ha a dohány és az alkohol együtt nyilván még rosszabb, meg látszik is, hogy az majdnem háromszoros az esély, de a nem, nem alkoholizáló kövér emberekben is a zsírmáj kialakulása a dohány mellett egyértelműen rosszabb. És hát itt van a krónikus pankreatitis, amit már említettem, a hasnyálmirigyrák. Érdekes módon még az epekövességgel is mutattak bizonyos kapcsolatot. Nem mondom, hogy drámai, de ott is egy picit több az epekövesség előfordulása a dohányosoknál. Na és akkor hogyan hat az alternatív? Tehát amikor azt mondják az alternatív dohány termékekre, hogy hát hogyha az előző ábrát megtetszenének mutatni, ez nekem az egyik kedvenc ábrám. Igen. Tehát ugye a rossz szokások nehezen halnak. Tehát ez egy óriási kép, és akkor térjünk át a következő ábrára, tehát hogy a füstmentes nikotin bevileti módok, ugye már azt elmondtam, hogy 6000 komponens van a füstben, tehát nyilvánvalóan, hogyha nincs füst, és a kép bal oldalán ugye a belégzett nem füstös megoldások vannak, ezek közül ugye a dohányhevítő rendszerek, az alsók pedig az elektromos cigaretták, de nem ártalmatlanok, csak ezek füstmentesek, a jobb oldaliak pedig a szájon át bevitt pótlások. A nikotin, mint alkaloid, nem volt erről idő, hogy erről külön beszéljünk, ugye az egy nagyon penetráns, és mindenhol szépen becsúszik a szervezetbe, és nagyon erős és hamari függést tud létrehozni. Na most ugye Svédországban például vannak ezek a különböző rákcsák, amelyek ugye nikotint tartalmaznak, vagy dohányt, ugye a bagórágás például Indiában volt nagy szokás, annak idején összekeverve egy-két egyéb növényel is még, tehát szájon át is jól bevihető ez a dolog, és ott tetszenek látni ugye a transzdermális tapaszt, meg rágógumit, meg orsprét, amelyeket felkínálnak, hogyha le akarsz szokni, akkor inkább ezeket használt. Na most ugye a gond ott van, hogy a nikotintól való erős függőséget azt valószínűleg, és el is hangzott, hogy 5% körülbelül a spontán leszokás. Tehát ezek a megoldások, ezek azt jelentik, hogy a káros anyagbevitel valamivel kisebb, de nem ártalmatlanak ezek a dolgok sem. Ha tovább lépjünk a következő ábrán, akkor ugye az elektromos cigarettánál ugye arról van szó, hogy párásítanak egy folyadékot, ez a vaporizáció, és innen jön majd az a betegség, amit már felfedeztek, és ez vagy dohány eredetű, vagy mesterséges nikotinsó, és propilenglikol, glicerin, és E-vitamin acetátot tartalmaznak. Na most ezekkel az a probléma, hogy ezekkel képzett aeroszol, ami a nikotin beviszi, mint szerves oldószer sem közömbös.
Tehát ez az evalinnak nevezett szókép, ez azt jelenti, hogy elektromos párásítással asszociált tüdőkárosodás, evaporating associated lung injury, ez olyan fibrózist hoz létre, mint a COVID. Tehát gyakorlatilag csak hát szépen lassabban esetleg, tehát nem ártalmatlan annak ellenére, tehát arról, hogy majd nyilatkozhassunk, hogy ezek a füstmentes dolgok hova visznek, ezekről majd 10-12 év múlva lesz érdemes visszatérni, beszélgetni, de már látszik, hogy nem ártalmatlanok. Ugyanez az ábra is azt mutatja, hogy például szintén az elektromos cigaretták, tehát ez, amit leginkább üdvözítőnek tartanak, ez például ugye a férfi és női szaporodási rendszerre milyen káros hatású. Tehát ugye növeli az abortuszoknak az esélyét, és a férfiakban rontja a spermium minőségét, nota bene még a férfiúi képességeknek sem biztos, hogy jót tesz. Tehát lehet sok mindenről beszélni, nem tudunk még arról nyilatkozni, hogy ezzel megoldottuk volna a problémát, de megint ott vagyunk, hogy a képmutatás, mint az élet számos területén, azért itt is megjelenik. No, a beszélgetésünk végén ez a konklúzió, az összefoglaló ne maradjon el. A dohányzás napjainkban is az egészségre ártalmas tényezők közül a legfontosabb, a felnőtt lakosság 1/3 dohányzik, a spontán leszokás, ahogy elhangzott, 4-5%, a nikotin okozta függőség rendkívül erős, ezért az első népegészségügyi feladat a rászokás megakadályozása kisiskoláskortól kezdve. Mert például vannak ezek az nem is elfbárnak nevezett ugye, kis eldobható szivarok, amelyek ízesítése folytán 4-5-ször elszív egyet, és utána megy és beszerzi. Tehát borzasztó erős a rászokásnak a veszélye. A dohányfüst és a dohány közel 10 000 kimutatott komponense közül jelen tudásunk szerint 83 bizonyítottan rákkeltő. Az emésztőrendszer számos betegségében játszik szerepet a dohányzás, közülük kiemelhető a fekélybetegség, a reflux, a különböző daganatok és a krónikus hasnyálmirigy gyulladás. A leszokást nem igazán segítő újabb füstmentes nikotin beviteli módok képmutató propagandája elhallgatja a lehetséges kockázatokat. Egyetlen tényleges hasznuk, hogy csökkentik a passzív dohányzás veszélyét. Na hát érdekes, hogy a végére pont egy haszon hangzik el, de hát azt sem haszon, lássuk be. Mert aki használja, neki nem haszon. Professzor, hálásan. Ja, igen? Egy fél mondatot ehhez hozzátehetek. Évente 8-9 millió ember hal meg a dohány miatt, és ebből 1 millió a passzív dohányzás miatt. Hát. Jó, akkor sem lehet azt mondani, hogy végtelen haszon, kár így is, meg úgy is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott mai adásunk. Holnap ismét várjuk Önöket a képernyők elé, tartsak meg akkor is, viszontlátásra.